A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást, hogy beszélgethetünk a városról, és szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit. A márciusi időszak egyik fontos eseménye volt, hogy a megújult városházát is bemutatták az itt élőknek, hiszen voltak körbevezethető séták, bejárhatták az épületet, és láthatjuk azt, hogy kívülről hogy néz ki, de mi az, ami pontosan megújult? Röviden összefoglalva minden is. Ugye nagyon ráfért már a városházára, nem csak azért, mert látszott is sok helyen azt, hogy vannak problémák, hanem korszerűtlen volt a szigetelés, az energiarendszer, a villamossági hálózat, különböző adatokkal kapcsolatos problémák is voltak. Ugye volt porrobbanás pár évvel ezelőtt, aminek szintén voltak műszaki okai, úgyhogy ez már váratott magára. Volt lehetőség egyébként Európai Uniós forrás terhére felújítani. Ugye ez egy hosszas előkészítő munka előzte meg, mégiscsak egy kiemelt műemlékről van szó, de azt hiszem, hogy nagyon szép lett a végeredmény. Tető felújítása történt meg, homlokzat felújítás, a szigetelés részben, a nyílászárók cserélődtek, hiszen az elmúlt években több nyílászárót egyébként cseréltünk, villamos hálózatot tudtunk cserélni. Azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon szép szint kapott a városháza, kapott egy diszkivilágítást, ami egyébként egy nagyon energia hatékonysági szempontból is modern technológiai megoldás, és ugye nem egy szint tud, hanem nagyon sokfélét, tehát a város színeibe is tudjuk öltöztetni a városházát, a nemzeti színekbe is, de most például az autizmussal élők világnapja alkalmával arra a napra használt szinte fogjuk úgymond festeni fénnyel, tehát erre is figyeltünk. Még folytatódik, egyrészt a városháza kettes épületében a nyílászáró csere az szintén zajlik, illetve az udvarát is szeretnénk rendbe tenni a városházának, ott viszont a közművek miatt van erre szükség. Ez egy kicsit összefügg azzal, ami ott a bazilika környékén is történt, illetve részben ugye történik, ugye ez ugyanaz a közmű hálózat. Itt szeretnénk a közműveket úgy kiváltani, hogy egy kicsit jobban kíméljük a műemlékeket is, így például magát a városházat, a főtéren lévő épületeket, és szeretnénk egy új belső parkot és kis terecskét is, ahol egyébként akár a mozinak is lenne helye és lehetősége, akár be lehetne ülni egyet társasággal, tehát egy kicsit a közösségi térré formálni a belső udvart is, hiszen ott ráadásul azt az átjárási lehetőséget is szeretnénk majd hosszú távon biztosítani a bazilika irányába. Úgyhogy szerintem nagyon komplex felújítás történt, de napelemeket is elhelyeztünk, ez nem látszik a főtér felül vagy a bazilika irányából, mert a belső udvarok fele néznek azok a tetőszakaszok, ahol a napelemeket telepítettük, ez meg nyilván az üzemeltetésben egy nagy segítség, azért ez egy nagyon nagy épület, nem mindegy, hogy milyen üzemeltetési költséggel tudjuk ezt megtenni, napelemek ebben segítenek, és az azt se szabad elfelejteni, hogy kiemelt műemlék, a város közösségének első számú épülete, mellette pedig több mint 250 ember munkahelye is, és nekik is a munkakörülményeik sokat tudtak javulni, és nagyon örültem annak, hogy először egy, aztán kettő, aztán három csoportot is kellett hirdetni, és még így se jutott be mindenki, aki szeretett volna regisztrálni, ugye március 15-e délután, amikor egyébként a levéltárnak köszönhetően magát egy kiállítást is tudtunk Csurga igazgató úrékkal együtt készítetni, illetve megnyitni, de a csoportokat is nagyon sokan látogatták, és nagyon sokan írtak utána, hogy lesz-e ilyenre lehetőség, úgyhogy mondjuk el, hogy igen, lesz. Legkésőbb a múzeumok éjszakáján újra megnyitjuk a házat, de ugyanúgy most már visszatérünk ahhoz, hogy a szeptember örökségvédelmi napon, vagy majd jövő adventben, vagy szerintem a királyi napok idején is sokszor megnyitjuk a városházát. Éppként a városházának a főlépcsőháza, ez a bizonyos városháza történeti kiállítás. Ez maga a koronamásolata, maga az Abonovák szekko, maga az ott lévő limózsi korpusz töredék, az folyamatosan hivatali időben látogatható. A díszterembe akkor lehet bemenni, ha éppen ott nincsen program,
Ugye annyival egészítjük ki mindig, amikor ilyen bejárásokat tartunk, hogy akkor a polgármesteri irodába is be lehet menni, illetve a kis tanástermet is meg lehet nézni. Egyébként ez mindig nekem is nagy élmény, mert jó találkozni az emberekkel. Sok fehérvári jött, de sok turista is érkezett, aki nagyon örültek ennek a lehetőségnek, és mindenki úgy ment, és azt is jelezte vissza, hogy nagyon szép lett, úgyhogy köszönöm szépen azoknak a tervezőknek, építőmunkásoknak, projekteseknek, akik ezen a kivitelezés munkán dolgoztak, és annak külön örülök, hogyha valaki elkezdett körbenézni, akkor a püspökség megújult, Egyházmegyei Múzeum megújult, Szent István Király Múzeum főépülete mellette Ciszter templom megújult, ha hátralépünk, akkor ugye a bazilika megújult, Himerház nem olyan régen készült el. Tehát most már azért ezek a kiemelt műemlékek egyre jobb állapotban vannak, feladatunk van, Fekete Sas helyőrségi klub például, de azért zajlik is beruházás mondjuk a köztársaságmozi, tehát hogy a belváros szerencsére azért funkciókkal együtt is képes megújulni úgy, hogy közben a történeti épített örökségből fakadó gyönyörű szépségeit pedig be tudjuk mutatni. Ha már felújítás és belváros, akkor ugye áprilisban elstartolhatott a színház is, illetve nem, bocsánat, tehát már márciusban elstartolhatott a színház is, az eredeti terv lett volna az április, de már megnyílt a március 1-jel a színház, és ott is azért be lehetett jelenteni azt, hogy hát nem tétlenkedtek a leállás alatt sem, hiszen ott nagyon sok korszerűsítés és energia takarékos megoldás került megvalósításra. És ha már a Városházáról beszéltük, akkor azt is mondjuk el, hogy ugye februárban már volt színházi előadás a Városháza dísztermében, vagy a 12 dős meg lesz most ember, is még, és volt most márciusban, és lesz még áprilisban, sőt májusi előadás is lesz, elég nagy az érdeklődés. Tehát színház nélkül nem maradt a város, csak a színház épület volt zárva januárban és februárban. Való igaz, hogy márciusban is zárva lett volna, ez volt az eredeti terv, de szerencsére sikerült elérnünk azt, hogy újra tudtuk nyitni. Minden mindennel összefügg, hogy azáltal, hogy az uszodára megkaptuk az állami támogatást az elmúlt év végére, sőt megkaptuk 23 első, második és harmadik negyedévre is. Ez annyit segített a városnak, hogy például ez is hozzájárult ahhoz, hogy így a színházat egy hónappal korábban tudtuk nyitni. Tehát látszik, hogy egy-egy támogatás az nem csak azt az egy célt segít elérni, hanem más dolgokba is tudja az önkormányzatokat segíteni. De nem maradtunk tétlenek, hiszen energiakorszerűsítési beruházások történtek a színházon belül, magyarul, ahol a lámpákat tudtuk, ott ledre cseréltük, így elég jelentős megtakarítást fogunk elérni, és emellett pedig a nyílászáró cserékben is nagyon tudtunk előrelépni. Ezt a munkát egyéb iránt szeretnénk idén tovább folytatni, és a maradék nyílászáró cserétivel is majd végezni. Az első felújításnál, tehát a ledre történő cserénél pedig külön szeretném megköszönni a Vörösmarty Színház műszaki csapatának, hiszen ők végezték el ezt a munkát. Egyébként az ő javaslatuk is volt, ők hozták a javaslatot, mondták el, hogy ez mibe kerül, mire érdemes cserélni, mennyi megtakarítást lehet majd elérni, és hogy ők a munkát elvégzik, tehát úgymond csak a ledeket, csak az eszközt kellett beszerezni. Ez egy 10 millió forintos beruházás volt, a nyílászáró ennél még egyébként több is, de lám-lám az összefogás megint eredményre vezetett, és hát köszönöm azoknak a színház dolgozóknak is, és a nézőknek, akik ott március első két hetében mentek a színházba, mert ott napközben még zajlott a nyílászáró csere, ugyan este az előadások alatt nyilván nem, de azért ez okozott port kellemetlenséget, de én panaszt nem hallottam, csak dicséretet, hogy ebben is tudtunk előrelépni, és még egyszer a színház szakemberével közösen tudtuk ezt megvalósítani, amit köszönök szépen ezúton is. És ugye számos jó és sikeres előadáson van már túl azóta a színház, az egyik talán emlékezetes, amiben a fehérvári diákok is részt vettek, és ott egy fontos dolgot bejelentettek, hogy diák színházat alapított Székesfehérvár. Érett már ez szerintem, nem csak az Atlantis program színházi sikere okán, hiszen ezt most már több év óta végzi a Vörösmarty Színház, hanem ugye akár a március 15-ig, október 23-ák, ott ugye Matuz Jánosék rendezésében fantasztikus fiatalokat ismerhettünk meg, ott a versünnep, ahol nagyon tehetséges diákokkal tudunk évről évre találkozni, és mellette pedig ott vannak azok a színházi csapatok, kis mini társulatok az iskolákon belül egy-egy fantasztikus munkát végző tanárral, akik szintén megérdemelték, hogy akkor ezek megtartása mellett, ezt szeretném hangsúlyozni, nem ehelyett, hanem megtartása mellett egy következő szintet is beépítenénk, mégpedig, hogy egyfajta diáktársulata alakulna a Vörösmarty Színháznak, ezekből a tehetséges fiatalokból, és a színház által a műsortervre tűzött előadást ezek a tanárrendezők
lennének azok, akik rendeznének, a diákok játszanának, és a diákbérletnek a részévé lehetne ezeket tenni. Ez az elképzelés, nyilván most indul majd el ennek az ötletnek a végrehajtása. Ezért szeretném egyrészt a tanárokat megnyugtatni, hogy az eddigi programok mellett, és nem helyett kerül ez bevezetésre. Másodszorban pedig ők joggal kérdezik, hogy de miért hoztuk ezt a döntést, és miért nem voltak kiadva a különböző szakmai díjak, hiszen szoktunk ilyenkor erre is figyelni, mert nagyon nehezen volt itt összehasonlítani. Más balladákat adtak elő a fiatalok, és hát látszik azt, különösen, ahol egy-egy művésztanár már évek óta foglalkozik a diákokkal, hogy azok már közelebb álltak egy professzionális előadáshoz, mint adott esetben egy diákszínházi előadáshoz. Ugye az Atlantis programnak pedig az volt az indítója annak idején, hogy itt valójában a diákok álmodják meg, hogy mi kerüljön a színpadra, és azt az egy-egy tanár, egy-egy színész csak segítse. De most már olyan profi munkákat láttuk, hogy úgy néztük már, mintha színházban lennénk, színházi előadás nézése közepette, amiből fakadóan úgy gondoltuk igazgatóra, hogy a zsűri akkor jár el helyesen, hogyha akkor ezzel összeköti ennek a kulturális programnak, kisi mini intézmény alapításnak a gondolatát. Innen fogjuk folytatni, hiszen számos érdekes témánk van még, de természetesen megkérdeztük a fehérváriakat is. Jöjjön az első összeállításunk. A város nagyon szépen fejlődik, polgármesterünk kitűnő, maradjon továbbra is. Nagyon szép lett a belváros, nagyon meg vagyunk elégedve mindennel, úgyhogy köszönjük szépen polgármester úrnak a tevékenységét, sok sikert és további minden jót kívánunk. Különösebben meg vagyok elégedve a munkájával, és remélem, hogy folytatja tovább is, nem tudom mikor lesz a következő választás, mert szépen fejlődik a város. Várjuk a sok virágot, mert most olyan hideg van még, de jönnek a virágok. Úgyhogy szép a város, mindenki mondja, nem csak mi, akik itt élünk. És akkor milyen helyzet a lakóterülettel, ahol él? Rendben van, hála Isten, a diákoknak kiképezték a parkba járókát, vagy hát a járdát, úgyhogy nem előttünk nyomják el a cigit nagyon, úgyhogy a forgalom ott a parkban megy le, úgyhogy elégedettek vagyunk vele. Köszönjük. Polgármester úrtól kérdezném, vagyis illetve visszajelezném számára, hogy a Malom utca vonatkozásában a páros oldalon való megállás tiltása az jó. Ugyanis, hogy csak egy sáv van a közlekedésre, és ha ott parkíroznak, akkor már nehézkes a közlekedés. Tehát ez az intézkedés, nem tudom, hogy kié volt, de jó, az ott lakókkal harmonizál. Nagyon szépen szépül a városunk. Most hirtelen ott átadták a környezetemben a József Attila szobrot is, és tegnap meg ebben a szörnyű időben láttam, hogy vagy hallottam a zenekart, ahogy és kinézek az ablakon, és látom, hogy tele van emberrel, és a második Rákóczi Ferenc, az nagyon szép. Az a kis tér újjászületett, körbe padokkal, az idős emberek ülik körbe ott a jó időben a szobrot, és hát szerintem nagyon szépen fejlődik, vagy épül, szépül Fehérvár. Én nekem ez nagyon-nagyon pozitív dolog, mert hát itt élünk, és szeretünk olyan helyen élni, ami szépül és épül. Hát lassan meg fogja kapni a tévé, hogy biztos így keresi a járókelőket és a kérdezőket. Nagyon szépen köszönöm a visszajelzéseket. Húzzuk azért mindig alá, hogy ez mindig egy csapatmunka, ahol a polgármester az nem más, mint a csapat kapitánya, de ez nem egy egyéni játék. Tehát itt rengeteg ember munkája van benne abban, hogyha, és ezt örömmel hallottam, hogyha az emberek úgy érzékelik, hogy még ilyen nehéz időkben is folyamatosan fejlődik a város, hogy rendben van a város. Úgyhogy ezúton ezt a dicséretet most átadom annak a sok-sok ezer embernek, aki a mindennapokban ezért egyébként az élet különböző területein, állami, önkormányzati, vagy éppen magánszektorban dolgozik. Amit én mindenképpen kiemelnék, az a mosoly, mert hogy nekem ez volt a legpozitívabb visszajelzés, hogy mosolyognak az emberek, mert hogy ez lenne a legfontosabb cél, hogy szeressünk itt élni, és persze van mindenki életében nehézség, probléma, pláne ilyen nagyon nehéz időszakban, de ez nem jelenti azt, hogy az élet maga nem szép, és ezt meg kell tudnunk élni, ez viszont terek kellenek, ehhez viszont programok, rendezvények kellene, kultúra kell, sport kell, jó oktatási rendszer, nagyon sok minden dolog a városban. A Malom utca tekintetében köszönöm Imre bácsinak a visszajelzést. Kicsit ilyen ideiglenes forgalmi rend is van, de nekem is jók a tapasztalataim, és ez is jön vissza.
Annyi változást tesz ebben a műsorban, is beszéltünk már korábban róla, hogy miután most már múlt idő, hogy a depónia kiköltözött a Malom utcáról, illetve a Sörháztérről Csalára, ugye az egész depónia terület kérdése fölmerül, és ott korábban az volt az egyik ötlet, és most szeretném aláhozni, hogy nincs végleges döntés, hogy egyfajta gyűjtőparkoló jönne létre. Ez egy kicsit szerintem a Malom utcát is tudná tehermentesíteni, és akkor ennek az egész környezetnek a közlekedési rendjét is át lehet majd gondolni, de a mostani helyzet az szerintem is kicsit rendezettebb állapotot mutat, még úgy is, hogy közben ugye a Móri út felújítása zajlik, részben ezért is van most ez a forgalmi rend, hiszen nem mindent úgy lehet használni, hiszen a közművek miatt ideiglenes vagy a hosszabb időre történő zárásokat kell alkalmazni, de szerintem is jók a tapasztalatok. A Móri út felújítása vonatkozásában pedig türelmet, megértést kérek. Tudom, hogy nem könnyű sem, aki közlekedik, sem, aki ott él, de érdekes, semmilyen negatív vélemény nem jött. Akik mondják, akik azt mondják, hogy végre a Móri út is rendben lesz. Rendben lesz legalábbis az első ütem, szeretnénk azt most folytatni, de szerintem a legkritikusabb szakaszt azt most fel fogjuk tudni újítani. Ugye zajlik már a beruházás nagy erőkkel. Mert talán az emberek is megszokták a kijelölt körforgalmat. Egyébként szerintem lehet közlekedni, és a mindennapokban használom. Azt mondom, hogy nyilván, hogyha az ember azzal a megértéssel van, hogy ekkora beruházás nem lehet két nap alatt elvégezni, viszont utána évtizedekre el tud majd készülni, akkor ezt túléljük, és utána pedig kapunk egy megújult Móri utat. A kedves mondatokat, dicsérő szavakat pedig köszönöm. Abban most nem bocsátkoznék bele, hogy mi lesz majd jövőre, erről majd a fehérvárjak döntenek. Ha már közlekedés, akkor az is az elmúlt napok híre, hogy elkészült a Rákóczi út, Szénatér és József utca közötti szakaszon a felújítás és a kerékpársáv építés. Igen, és ez is része annak a koncepciónak, hogy minél nagyobb területen tudjunk kerékpáros nyomvonalakat kialakítani úgy, hogy és abban a formában, ahogy a műszaki lehetőség azt lehetővé teszi, hiszen valahol tudunk ott pályát szélesíteni, van rá hely, valahol nem tudunk. Ez igaz a járdára is, a kerékpáros sávokra, a kerékpáros utakra is, de szerintem nagyon szépek ezek az új kialakítások, viszont ugye jött olyan típusú kritika, hogy na, amikor ez véget ér, akkor ott van egyfajta veszélyforrás. Igen, de az egymásra való odafigyelés és szabályok betartása mellett én úgy érzem, hogy ez kezelhető, illetve na, amire kérem a kerékpárosokat, hogy ahol már ki tudtuk alakítani ezeket a modern, biztonságos kerékpáros sávokat, vagy nyomvonalakat, ott ha lehet, akkor utána viszont ne használják a járdát, hiszen a gyalogos kerékpáros találkozás is tud veszélyt hordozni magába. De ez meg egy kicsit edukáció, és közösen szerintem például a kerékpáros klubbal azért ezen is tudunk folyamatosan javítani. Mindegy, azt is köszönöm, hogy a riportban a hölgy visszajelezte a Rákóczi szobrot. Szerintem is nagyon szép lett az a kis parkocska, az is terecske, és aminek nagyon örülök, hogy ez egy civil kezdeményezés volt. Ugyan a város hozzájárult pénzzel, de nem csak a város forrásaival tudott ez megvalósulni, hanem nagyon komoly civil támogatókkal, és az ötletgazdák is a civilek voltak, annyira, hogy még ezt az ünnepséget is most ők maguk szervezték. Köszönöm a katonáknak, hiszen ott voltak a katonazenekarral, és hát ott voltak a rákóczis diákok, akik nagyon szép műsort adtak elő, és remélem nem fáztak meg, mert pont akkor elég cudar volt az idő. És hát a József Attila szobor, az pedig a József utcán került végre méltó helyre, szintén szép kialakítással, képviselőasszonyok közösen, úgyhogy igen, ezekben is tudunk előrelépni, és nagyon örülök, hogy ezt az emberek észreveszik, meg látják és értékelik, és leginkább, hogy bármikor megyek arra, ülnek ezeken a padokon, beszélgetnek, főleg amikor kicsit már jobb az idő, úgyhogy bízom benne, hogy a tavasz az még inkább elhozza ezt az időszakot, és igen, virágos lesz a város, és nagyon szép zöld, és itt mondjuk el, talán ez érdekes, tehát, hogy pár nap múlva a Városgondnokság meghirdeti az idei Virágos-Fehérvár pályázati akciót, ugyanek szép hagyománya lesz, vagy van már a városban, egy pici változás lesz majd, mert most már akkora számban adunk ki virágot, hogy ezt kicsit máshogy kell a Városgondnokságnak szervezni, de szerintem ez ugyanúgy működni fog, mint a ledosztás működött pár héttel ezelőtt, úgyhogy kérem figyeljék majd ezt is, hogy milyen változás lesz, és napokon belül ezt még egyszer a Városgondnokság meg fogja hirdetni. De nagyságrendileg a feltételek azok nem, feltételek fognak, nem fognak változni. Annyiban lesz most pénzügyi okok miatt változás, hogy komposztládát idén nem fogunk kiosztani, illetve szerettük volna bevezetni, hogy csapadékvíz tároló, összegyűjtő tároló edényekre is lehet pályázni.
Ezt a kettőt idén nem fogjuk csinálni, de azért húztam alá egy kicsit nyomatékos az idén szót, mert jövőre viszont ezeket a programokba vissza szeretnénk hozni, vagy beszeretnénk emelni, de most erre van pénzügyi forrás. Virág az nagyon sok áll rendelkezésre, úgyhogy bízom benne, hogy intézmények, adott lakóközösségek, ingatlan tulajdonosok fognak jelentkezni. Ez nagyon nagy közös munka, hiszen ez jelentős forrásigényű, a városgondnokság lebonyolítja, de az emberek munkája révén kerül ez elültetésre, és ami talán még ennél is fontosabb, utána gondozásra. És ezért azt láthatjuk, hogy ameddig az a nagyon-nagyon nagy kánikula nem érkezik meg, addig különösen nagyon virágos a város, és ezt nem csak mi állapítjuk meg, akik itt élünk, nem is csak azok a turisták, akik jönnek, és azért rendszeresen írnak nekem pozitív véleményt, hanem ugye a tavalyi évben az európai közösségen belül is díjakat nyert a város, a Virágos Európa versenysorozaton belül, ahol Magyarországot képviseltük ugye a nagyvárosi kategóriában, és a nemzetközi zsűri, és az alapján az eredmény is azt igazolta vissza, hogy például a Virágos Fehérvár program az európai méreteket tekintve is kifejezetten egy pozitív előremutató programja a városnak, mi pedig már egész régóta csináljuk, úgyhogy hamarosan megjelenik az idei felhívás is. Folytatjuk hamarosan, hiszen még számos izgalmas témánk van, de jöjjön a következő csokor a fehérváriak véleményével, észrevételeivel. Én elégedett vagyok a polgármester úrral, tehát amit lehet megtesz, ami ellen lehet felszólal, ennyi. Itt születtem, úgyhogy mondhatni lokálpatrióta vagyok akkor is, hogyha vidéken élek. Ha az egyetlen dolog, amiben bele kéne kötnöm, hogy esetleg a közlekedés egy kicsit lehetne rugalmasabb. Nekem tetszik a főutca, meg a különös oda az építmények, meg még ilyesmi. A építőiparos voltam, és én más szemben nézem a dolgokat, és akkor nekem tetszik a stílusok, karbantartott házak, meg mit tudom, meg ilyesmi. Vörösmarty rádióban rendszeresen hallgatom, és nagyon részletes és jó tájékoztatást ad. Úgyhogy én a többi családtagomat is én tájékoztatom a munkába menet, mindig hallgatom, és ezt így továbbadom. Szerintem nagyon jó, érthető, rövid, és szerintem széles körű tájékoztatást ad. Én itt élek ebben az utcában már 40 éve, hát ez történt egymás, főleg az elmúlt időszakban. Én megvoltam minden változással elégedve. Jól érzem magam, ez a lényeg. Hát, hogyha a fejvárják jól érzik magukat a városukban, akkor azt hiszem, hogy ennél többet nem is kívánhatunk, hiszen ezért dolgozunk. Ami fölmerült a közlekedéssel kapcsolatban, ha jól emlékszem, kedves Zsuzsannának hívják a hölgyet, nagyon fontos volt, hogy ő arról is beszélt, hogy bár nem itt él, tehát gondolom valamelyik környező településen, de fehérvárinak tartja magát. Hiszen itt született. Ezt húzzuk alá, mert biztos vagyok benne, hogy sok-sok ezer ember van, aki állandó lakcím szerint nem fehérvári, de egyébként, ha megkérdezném, hogy hova valós, akkor azt mondaná, hogy fehérvári. És az ő véleményük az legalább annyira fontos, azért is, mert ők egyébként a mindennapokban itt dolgoznak, itt teszik a dolgukat, és itt segítik a városunk fejlődését. Tehát ez az agglomerációval, a város térséggel együtt is egy közös ügy, hogy mi történik a városban. És mi akkor tudunk fejlődni, ha a kis települések fejlődnek, és remélem, hogy ők is egyetértenek velem abban, hogy akkor tudnak ők fejlődni, hogyha a térségi központ, a régió központ Fehérvár is fejlődni tud. A közlekedés esetében ugye nem volt egyértelmű, hogy annak melyik formája a probléma, de szerintem mindegyik az. Tehát azért érdemes egy pár mondattal kitérni, hogy ha autóval közlekedik, akkor a bevezető gyűjtőutak nem erre a ingázó terhelésre lettek kiképezve, ezeken fejleszteni kell. Például Bakony utcai kikötés, vagy most a déli összekötő, ezek mind-mind olyan fejlesztések, amik nem csak a fehérváriaknak, hanem az agglomerációban élőknek is javítani fogják a közlekedési lehetőségeit. A közösségi közlekedésben is ugye elkészült egy bővített hálózat és menetrend, jó lenne ezt bevezetni. Őszintén el kell mondani, hogy ennek anyagi korlátjai vannak jelenleg, de nem vetettük el. Tehát ahogy erre lesz lehetőség, akkor ezt szeretnénk bevezetni. De most is kb. 2 milliárdot kell hozzátennünk a jelenlegi menetrendhez, mert ez az, amit nem fedez az utasok által megvett jegy és bérlet vásárlásból fakadó bevétel. Tehát muszáj, hogy a város ehhez hozzátegyen.
de szeretnénk bővíteni a hálózatot. Viszont talán az a hölgynek különösen fontos lehet, ha az autóbuszra is gondol, hogy az állam bevezeti szerintem jó irányként az országbérletet és a havi rendszerességű megye vagy vármegye bérleteket. És mi akkor rögtön felvetettük a szakminisztérium irányába, hogy ezt jó lenne összekombinálni a helyi autóbuszbérletekkel. Erre a minisztérium mutat hajlandóságot, úgyhogy elindultak az egyeztetések. Tehát akkor elképzelhető, hogy lesz változás. Nagyon jó lenne, hogy ezt valamilyen módon össze tudnánk fésülni, mert például szerintem az a közösségi közlekedésben jelentős segítséget jelentene. Egyrészt olcsóbb lenne, másrészt pedig valószínűleg a szolgáltatási színvonalat is emelni, hiszen valószínűleg több helyi közit lehetne a helyiben igénybe venni. Mi ehhez fogunk ragaszkodni, akkor éri meg ez a városnak, és akkor egy kicsit szinte mellékessé is válna szerintem egy ember számára, hogy most ő valójában helyközi buszra szállt föl, vagy helyi járatra zárt föl, vagy A helyről B helyre át eljut vele, akkor végülis neki mindegy, ha ugyanazzal a bérlettel föl tud szállni, ami adott esetben a mainál valamennyivel még akár olcsóbb is, akkor ez biztos, hogy előrelépést jelent, növeli az utasszámot, az növeli a bevételt, ez csökkenti a veszteséget, vagy lehetővé teszi a hálózat és a menetrend bővítését. Úgyhogy igyekszünk ezen a területen is előre lépni, mert szükséges, és az egyik legnagyobb kihívás szerintem ezekben az években az nem más, mint a közlekedésnek a további fejlesztése. És akkor ezzel is egy kicsit eljutottunk a közösségi közlekedés kapcsán azért a klímavédelemhez, meg mondjuk a városnak a klímavédelmi stratégiájához, ami az önkormányzat, a közszolgáltató cégek és a helyi nagyvállalatok bevonásával végrehajtható, legalábbis nemrégiben erről volt szó. Igen, volt egy kis mini konferencia, amit zöld civil szervezetek rendeztek, bevonták az önkormányzatot, bevonták az ipari cégeket, bevonták a sóstó körül dolgozó szakembereinket, nagyon hasznos volt, amíg én magam is ott tudtam lenni, kifejezetten sok izgalmas, érdekes felvetés volt és megoldási javaslat, és amit én mindig jónak tartok, jó gyakorlat, tehát amihoz mondjuk Fehérvár nagyságrendű városokból jó gyakorlatokat Európából, hiszen soha nem szégyen tanulni, mindahogy szerintem mi is tudunk néhány érdekességet átadni, hogyha ezek között a kapcsolat erősödik, egyáltalán kialakul, akkor pedig ez az információ áramlás segíthet jó megoldásokat találni. Az biztos, hogy az egyik legnagyobb kihívás a városokon belül, hiszen a klímahelyzet változik, melegszik mondjuk a tél, csökken a csapadék, kifejezetten forróvá válik a nyári időszak. Ez nagyon sok kérdést fölvet a városokon belül, amit kezelni kell. Az egyik, amit mindenképpen tenni kell, hogy zöld terület arányt folyamatosan növelni kell. Egyébként ezt végezzük, elég az erdősítésre gondolni, de zöld területek, parkok kialakítására, ebben még nagyobb lépésekkel kell előre lépni. Fatelepítésben, és amit mi bejelentettünk ezen a kis konferencián, hogy várhatóan a májusi közgyűlés fog tudni arról dönteni, hogy az úgynevezett klímavédelmi alapot megnyitjuk kívülről is. Tehát nem csak az önkormányzat fog ebbe ronda szóval forrásokat helyezni, hanem akinek van lehetősége segíteni, támogatni, de maga nem tudja, hogy hol ültessen el fát, de van forrása arra, hogy ezt a munkát segítse, az mondjuk ebbe az alapba be tud fizetni. És akkor ebbe olyan fejlesztésekre költett pénz fog folyamatosan gyűlni, ami alapjában a klímavédelmet, a környezetvédelmet szolgálja. Erről nyilván az önkormányzat folyamatosan be fog számolni, és erre költi, erre a gyűjtőszámlára beérkezett forrásokat, erre magánszemély is befizethet, majd közösségek is, intézmények is, vagy adott esetben vállalatok is. Hogyha már a fásítást említett, akkor elég, hogyha végig sétálunk a palotavárosi tavak mentén, ott azért már jól lehet látni, hogy valóban növekedésnek indultak ezek a csemeték. Abszolút látszik, és szerintem nagyon szép, de hát mondjuk egy Rákóczi utat meg kell nézni, elő kell venni egy 15 évvel ezelőtti fotót, és meg kell nézni, hogy milyen gyönyörű fasor alakult ki ezen időszak alatt. Palotavárosi tavak mögött ugye az erdőtelepítés kezdődött el, ugye a sóstó mellett is telepítettünk erdőt, ugye az alsóvárosi réten a 100 hektárból 30 hektáron belül egyfajta parkosítás zajlik, ma már a 70 hektár az maradt rét teljesen érintetlen. Igen, és ahhoz nem módon, fognak hozzányúlni, mert ez mindig ilyen kérdés a kommentelők részéről. Nem, ott kifejezetten a szakemberek mondták meg, hogy melyik részére telepítsünk fákat, és mely részére ne telepítsünk fákat, hanem az maradjon egy érintetlen rét, ez így is fog maradni, ez a terület nagy részét egyébként azt jelenti, hogy érintetlenül hagyja, de a másik része pedig egyfajta kis belső városi kiránduló helyet fog létrehozni.
amit egyébként látunk a palotavárosi tónál, a csónakázó tónál, Bregyónál, és hát leginkább a Sóstónál, de hát kinn az Aranybullánál is. Tehát ahol ilyen közösségi terek létrejönnek, ott az emberek is jönnek. Én azt kérem mindig, hogy vigyázzunk rá, és tartsuk be a szabályokat. Tehát ha visszük a Sóstóra a kutyát, lehet kutyát sétáltani, de pórázon. És van néhány ilyen szabály, amit kérem, hogy tartsuk be azért, hogy ne csak létrehozzuk ezeket az értékeket, hanem azokat meg is tudjuk őrizni. Mondjuk az alsóvárosi rét kapcsán az egyik fontos dolog, hogy oda nem épülhetett semmi. Nem épülhetett semmi, nem használjuk ki még azt a minimális beépítési százalékot sem, amire egyébként a jogszabályok lehetőséget adnának, és azon belül egy pár száz négyzetméter kerül letérkövezésre, és egy pici kis épületegyüttes a szélére elhelyezésre, egyrészt a parkolás miatt, másrészt pedig a szociális blokkokat alakítjuk ki. Így ezzel is tehermentesítjük magát a parkot, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ez korábban beépítésre szánt ipari terület volt. Tehát itt ipari, igen, gazdasági létesítmények épülhettek volna. Ehhez képest tudtuk a kormányzat támogatásának köszönhetően megvásárolni a területet, átminősíteni beépíthető területből zöld területté, és így kialakítani ezt a parkosítást. Hogyha már zöld témánál is egy kicsit a természetvédelemnél tartunk, a Sóstót is említettük, és nemrég volt a vízvilágnapja, ott azért fontos dolgokat állapíthattunk meg, hiszen ott tényleg vannak olyan mintaprojektek, amik nagyon nagy sikerrel zajlottak. És valóban így van, hogy a Sóstó ez erre kiváló példa, hiszen meg tudtuk menteni, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a csónakázó tavat, mindegyiknek megvan oldva a vízutánpótlása. Ugye a Sóstónál ez ráadásul két különleges megoldást is jövőben mutató módon tartalmaz. Egyrészt a környék burkolt felületeiről, például a stadionnak a tetőszerkezetéről, vagy a keringőjéről összegyűjtjük a csapadékvizet, és ez a Sóstóba megy, illetve a szennyvizet tisztítva szintén oda engedjük. Az élővilág pedig láthatólag ezt a megoldást nagyon szereti. Szerintem egyébként mind a tisztított szennyvízzel, mind a csapadékvíz megtartásával kapcsolatban nagyon komoly feladataink vannak, és szeretnénk is előre lépni. Mind a kettő esélyt ad arra, hogy még több víz legyen a városba. Arról nem is beszélve, ezek hozzák a zöld területi fejlesztést, hozzák az ehhez kapcsolódó közösségi terek kialakításának a lehetőségét, vagy hogy egyébként kutyafuttatókat lehessen kialakítani, sportolási lehetőség legyen. Tehát a fejlődés, vagy fejlesztés, az hozhat úgy a fejlesztést, akkor, hogyha ezeket egymással össze tudjuk kombinálni és kapcsolni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Műsorunkat visszanézhetik a Fehérvár TV YouTube csatornáján. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.